Üdvözlöm Önöket! Ez itt a Mi Megyénk című magazinműsor, amely a Bács-Kiskun megyei helyi televíziók egyesületének közreműködésével a Kiskörös Televízió stúdiójában készül minden hónapban. Vendégünk pedig Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke. Üdvözlöm, elnök úr! Én is köszöntöm a tévénézőket is. Az előző beszélgetésünk nagy része az utazás kiállításról szólt. Az előző hónap tulajdonképpen e köré szerveződött. Nagyon-nagyon fontos mérföldkő volt ez Bács-Kiskun megye életében. Az élet azonban nem állt meg, jó néhány dolog történt. Jó néhány témáról beszélünk a következő percekben, amelyek közül több is olyan téma, amely már szóba került, de azért fontos, hogy folyamatosan a figyelem középpontjába tartsuk. Ilyen például a megyei ösztöndíj rendszer. Én javaslom, hogy kezdjünk ezzel. Az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy évben nagyon-nagyon sokat beszéltünk róla, rengeteg információt elmondtunk, de azért fontos, hogy elsősorban ugye a fiatalok tudjanak arról, hogy milyen lehetőségek vannak ezen a téren Bács-Kiskun megyében, és eddig csak néhány járásról volt szó, most azonban már szóba került, ha én jól emlékszem, az elmúlt időszakban, hogy kiterjed ez a megye teljes területére. Igen, ez egy óriási lehetőség, szerintem pénzügyi lehetőség a megyében. Ma még csak a 4 járásban élő szülők és diákok számára, hiszen meg tudja könnyíteni a szakmai képzést. És hogyha végignézzünk ma, meg az elmúlt pár hónapban, hogy tényleg a szakmáknak mennyire fölértékelődött az ázsiója, tehát mennyire megnőtt a kereslet a szakemberek iránt, úgyhogy talán most már minden szülő és egyre több diák is elhiszi azt, hogy érdemes szakmát tanulni, és odafigyelni arra, és ugye a mai szakmai képzés ma már nem feltétlen az, hogy mondjuk egy fa megmunkáló az már kézzel fogott neki fúrni, csiszolni és szögecselni, hanem olyan precíziós gépekkel lehet fantasztikus dolgokat marni és alkotni és létrehozni, hogy a diákok fantáziáját is meg tudja most már mozgatni, és most már van mögötte pénz is, tehát olyan jó kereseteket lehet elérni ezzel. Na most ezeknek a szakmáknak, különösen a hiány szakmáknak a tanulását ösztönözzük ösztöndíjjal. Hát azért az, hogy valaki egy tanévben, ami 10 hónapból áll, 500 ezer forintot tud kapni támogatásként, én úgy gondolom, az igen jelentős összeg a családi költségvetésbe is, meg hát a diák számára is természetesen, és ebbe középfokú tanulmányokat folytatók is, meg főiskolán egyetemen tanulók is pályázhatnak. Az is, aki most kezdi mondjuk a felsőfokú tanulmányokat, de hát az is pályázhat, aki már első, másod, harmad évesként, és kaptak is, nyertek is már úgy például óvónők is, hogy az utolsó fél évben volt nevezett a pályázatra, és hát egy fél évet támogattuk, és utána ugye azt kell vállalnia, hogy akkor a megye határon belül helyezkedik el ugyanannyi ideig, amíg kapta ezt a támogatást, ami persze lehet egy fél év, két fél év, három, négy fél év akár, és van még rá 100 millió forintja a megyei önkormányzatnak, hogy ezt a támogatást folyósítsa, és ugye most zárult le erre a fél évre való jelentkezés, és 300 körüli pályázó van. Most a hiánypótlás időszaka következik, hogy egy-két adat itt-ott hiányzik, azt nyilván be kell pótolni, és utána meg lesznek erre a fél évre is a nyertesek. És hát éppen a héten lesz két olyan tárgyalás is, amely arról szól, hogy hogyan bővítsük ezt ki a teljes megye területére. Szakemberek megkapták ennek a technikai részleteknek a kidolgozására a feladatot, és az irányok is megvannak, hogy a vállalkozók, vállalkozások bevonásával hozzunk létre egy megyei ösztöndíj alapot, ami csak Bács-Kiskun megyére vonatkozik. Ennek az egész projektnek is az a címe, hogy Bács-Kiskunban itthon vagy. Szeretnénk ezzel a fiatalokat és a szülőket megszólítani, hogy jól érezzék magukat Bács-Kiskun megyébe, és ez is egy lehetőség, egyfajta támogatási lehetőség számukra. A munkáltatóknak pedig az a legnagyobb feladata, hogy megtartsák a jó munkaerőt. Ezt hangzott el többek között, sok minden más mellett, azon a HR konferencián, amit Kiskörösön szervezett meg, vagy Kiskörösre szervezett meg a Bács-Kiskun megyei önkormányzat egy top projekt keretében, ugye ott is találkoztunk elnök úrral, és akkor menjünk tovább azt hiszem ezzel, mert hogy az első témánkhoz is ez mindenképpen kapcsolható.
alig van, aki észleli a gyors változásokat, ami ezen a fronton is történik. Munkaerről beszéltünk már, hogy szinte minden szegmensben hiány van, de a hozzáálláson is változtatni kell, és változtatni kell a vezetőknek, a beosztottakhoz való hozzáállásán is, hiszen jó néhány éve emlegetjük azt, hogy jó lenne fölzárkozni például a nyugat-európai bérekhez. Amíg ez így kívánalomként hangzott el, hát eddig ez óhaj szinten maradt. Na most, amikor a hiány megjelenik, rögtön emelkednek a bérek, ráadásul nem 2, 3, 4, 5, tehát nem ilyen infláció közeli százalékokkal, hanem 10-20, tehát ilyen kétszámjegyű százalékokkal való béremelésekről van szó, és elindul a felzárkózás, és hát ki tudja, meddig folytatódik, nyilván ezt nem tudjuk, de ugyanez a változás, és az a hirtelen váltás, hogy nincs elég munkáskéz, indukálja azt, vagy indukálná azt, hogy a vezetők is változtassanak a hozzáállásukon, becsüljék meg a dolgozókat. És hogy hogyan becsülik meg a dolgozókat, erről szólt ez a HR konferencia is, mert hogy nem működnek a régi reflexek, hogy főnök kiadja az utasítást, aztán ha nem hajtják, vagy nem úgy hajtják végre, akkor megköszöni neki, hogy itt dolgozott eddig, ezt megteheti természetesen. Csak igen sokba fog neki kerülni, hogy találjon valakit, és hát befektetésbe, pénzbe is fog ez, akár hirdetésekről, akár másról van szó, meg nem is biztos, hogy talál. Tehát a meglevő dolgozókat kell megbecsülni, és ezért a vezetőknek a fejébe kell átállást létrehozni, mert ez egy teljesen vadonatúj feladat és probléma. Most ugye a közigazgatásból is hozzak egy példát, azért arra eddig nem volt mód, vagy szerintem példa se nagyon, hogy bejelentik mondjuk, hogy fizetésemelést adnak következő héttől, és erre a fizetésemelés lehetőségére mondják azt sokan, hogy ott hagyják a munkahelyüket. Mert ugye a közigazgatásban most, a létszámstop elrendelése után ez történt, hogy az ott maradó embereknek fizetésemelést írnak 20-30%-osan, és tehát alá kell írniuk, hogy elvállalják ezt a beosztást, és akkor megkapják a pénzt érte. Viszont aki nem vállalja el most, az kap néhány havi végkielégítést. És mivel a piacon ma olyan viszonyok vannak, hogy el tudnak helyezkedni a közigazgatásban dolgozók is a versenyszférában, tehát ők úgy döntöttek most, hogy igaz, hogy fizetésemelést adnának, de az a néhány havi végkielégítésre szánt pénze, van más állásajánlatuk, ami közel azonos, na de most kapnak néhány havi végkielégítést. Tehát élnek az alkalommal, hogy kilépjenek a közszférából, akinek lenne ott helye, tehát nem arról van szó, hogy nincs, megszűnik az álláshelye, hanem lenne ott neki helye, de elcsábítják azokkal a fizetésekkel, plusz még innen néhány havi végkielégítése is, és vannak, akik odébb állnak, és elmennek vállalkozásokhoz dolgozni. Na de hát ilyenre nem volt eddig példa, hogy amikor éppen fizetésemelési lehetősége van, akkor megy el valaki. Tehát teljesen át kell állítanunk ezt a dolgot, és az a HR konferencián nagyon jó példákat mondtak az előadók arra, hogy a dolgozóknak az a legfontosabb, érdekes módon, hogy hogyan érzik magukat. Tehát nem a fizetés is egy fontos dolog természetesen, de hogy hogyan érzi magát. És az érzés az egy összetett dolog, tehát nem arra van szó, hogy érezd magad hónaptól így, jól vagy nem tudom én hogyan, hanem a munkai légkörtől és sok mindentől függ. Meg ugye egy másik érdekes adat volt, hogy a döntő többsége a munkavállalóknak az nem a hirdetések útján tájékozódik, és keres, és nem csak keres, hanem talál magának új munkahelyet, hanem az ismerősök mit mondanak arról a munkahelyről, hogy gyere oda dolgozni, mert ott érdemes, mert ott jó a légkör, és jól érzem magam. És a többsége a munkavállalóknak így helyezkedik el. Na de hát ezért meg dolgozni kell a cégvezetésnek, hogy tényleg jól érezzék magukat, és ebbe a pénz is benne van természetesen, de benne van minden más munkai légkör. Benne van az is, hogy otthoni munka lehetőséget is biztosítsanak azok számára, akik otthon is tudnak dolgozni. Természetesen ez nem a szalag melletti munkára értendő, de azok a szellemi tevékenységekre igen, amelyek otthon ugyanúgy megcsinálhatók a számítógépen, nem kell azért bennülni a cégnél, és hogy egyre inkább errefelé tolódik a dolog, meg egyre inkább arra felé tolódik,
kapcsolódik, hogy ilyen osztott munkaidőket, meg anyukáknak, hogy ugye el tudjon menni a gyerekért, tehát hogy nem font 8 órás munkarendet, tehát hogy teljesen egy rugalmas rendszer felé mozdul el az egész világ, és hát ebbe ezt meg kell tennünk, és fejbe kell először átállnia mindenkinek arra, hogy új dolgokat hozzon be, és mások a fontossági sorrendek a dolgozóknál is. Számomra az volt megdöbbentő, hogy több előadótól is elhangzott például az élmény szó. Tehát, hogy ez az, amit elhangzott, hogy jól érezze magát. Tehát egyenesen, hogy élmény legyen dolgozni a közösségben. Ezt eddig is mindenki úgy volt vele, hogyha úgy indul reggel a munkába az ember, hogy na, akkor megyek és dolgozok, mert amikor taszít a munkahely, akkor sokáig nem megy az ember arra a munkahelyre, és ma éppen ebbe a keresleti világba ezt most már könnyedén megteheti, mert el tud menni rögtön 2-3-4-5 munkahelyre is, és nagyon fontossá válik az ottani érzés, az életérzés, az élmény, hogy milyen ott lenni a munkahelyen. Hát azért, hogyha végig gondoljuk, azért az a ma még általánosan ugye ez a 8 órás munkaidő, hát azért az igen sok az ébrenléti állapotunkból, tehát nem mindegy, hogy töltjük, hogy érezzük magunkat a munkahelyünkön. Az is elhangzott, hogy a mobilitás az még mindig nem kifejezetten jellemző a magyar emberre, tehát hogy azért szeretünk többségében helyben maradni. Ez most itt a Bács-Kiskun megye szempontjából plusz, mondom. Vannak pozitív és vannak negatív oldalai is. Ugye Magyarországon azért az emberek döntő többségének van lakása, vagy erre törekszik például. Na most nyilván, ha valakinek van lakása, akkor ő már nem akarja, és jól érzi magát benne, tehát ami nagyon fontos, meg a környezetében, a településén, és megvannak azok az alapvető szükségletek, amelyek számára abban az életciklusban fontosak. Tehát egy fiatal házasoknál nyilván, hogy van-e bölcsi, milyen az ovi, milyen az iskola, és így tovább. Aztán később mások válnak fontossá. Nem biztos, hogy elmegy. Eladja a lakását, hogyha ezek megvannak ott, és ezért a mobilitás, ez természetesen ilyen. Most aki viszont állandóan vándorol, hát ő meg igazából sehova sem tartozik, és sehol sem érzi jól magát, hogyha egyik munkahelyen is eltölt egy évet, vagy egyik városba, aztán egy másik, harmadik és sokadik városba is vándorol. De természetesen, ahogy a fejlesztések történnek, tehát akár a nagy gyárépítések, oda értelemszerűen ilyen elszívó hatása van, tehát akár a megyénkben a Mercedes gyárnak, most a második ütemnek az építéséhez is, amikor majd a munkaerő föltöltése elkezdődik, hiszen most az első ütem, ami él és dolgozik, hát annak a dolgozóknak a többsége sem kecskeméti. Tehát a nagyobb része az máshonnan jár be Kecskemétre. Most fölépül a második ütem még 3,5 ezer emberrel. Nyilván, ha most nem kecskemétiek alkotják a dolgozók többségét, akkor a plusz 3,5 ezernek sem a többsége, az nyilván nem kecskeméti lesz, mert ő már benne lett volna az első ütembe is, és ott dolgozna. Tehát, hogy ez egyre inkább elterjed, vagy a Debrecen környékén épülő, tervezett épülő autógyártás mellett, vagy éppen a paksi beruházásnál, hát ott is majd 8,5 ezer ember fog a csúcsidőbe oda költözni és ott dolgozni. Tehát ez egy hihetetlen emberi elszívó hatással fog járni a környezetére. Apropó Paks 2, a beruházás előkészítésében, illetve a Paksot körülvevő megyék összehangolt munkájában Bács-Kiskun megye is részt vesz. Ugye hiába nem a megyénkben történik ez a beruházás, de hát azért közel vagyunk mi, és hogyha híd is lesz, akkor meg pláne. Igen. Lerövidül az út. Legjobban érintett Tolna és Bács-Kiskun megye, ez a két megye a leginkább érintett itt a paksi beruházás kapcsán, és hát a Tolna megyei megyeszékhely az távolabban Pakshoz, mint Kalocsa, tehát nem véletlenül a kalocsai kórház fejlesztése indult el, hiszen a paksiak is majd a megépülő Dunahídon keresztül Kalocsára fognak kórházban vagy egészségügyi ellátást igénybe venni, átjárni. Tehát Kalocsáról hát jó negyedórás kerékpározással át lehet jutni, azt jósolják, hiszen a hídon majd lesz kerékpár út is, meg addig kiépített, meg túlsó felén is megépül a kerékpárút, úgyhogy ez egy tényleg egy lehetőség lesz a paksi rész, nem csak a 30 kilométeres körnek, hanem Bács-Kiskun megyének ezen területének, tehát a középső részéhez, nyugati és a középső részének is.
munkaerőben, meg munkalehetőségben is óriási dolog lesz. Most az építkezés folyamán különösen, de utána is, amikor az az erőmű működni fog. És most a négy megye együttműködése abban zajlik, hogy a paksi erőmű leendő kerítésén kívüli ténykedésben hogyan tudunk részt venni, tehát nem a betonozásban, meg nem az atomerőmű műszaki létesítmények létrehozásában, hanem az emberek és a környezet alakításában. Hát gondoljuk meg, hogy ide fognak költözni mérnökök családostól, mindenestől, tehát a feleségeknek is munkát kell majd biztosítani, és akkor ezeket például összeszedni, hogy egyáltalán milyen munkalehetőségek vannak, milyen fejlesztéseket kell ezért elindítani. De hát a szabadidejüket is szeretnék eltölteni, és a környéken is megismerni, hiszen biztos, hogy sokan máshonnan jönnek, hiszen 8,500 szabad munkás nincs a környéken, sem mérnökből, se fizikai munkásból. Tehát nagyon területről érkeznek. Tehát létre kell hoznunk egy turisztikai kínálatot, hogy akkor ide menjenek, oda menjenek, hát minden hétvégén nem lehet őket elküldeni se úszodába, se valahova, tehát ott is egy széles spektrumot az étkezésről, meg a többiről már nem is beszélve, ami nagyon összetett kérdés. A gyerekeknek, az odaérkező családok gyermekei számára az iskola, vagy visszafelé óvoda, vagy nehogy Isten bölcsöde, létesítményeket, és hát valahova tenniük kell a gyerkőcöket. Tehát ez egy összehangolt fejlesztést és munkát kíván. Hogyha már Paks atomenergia, akkor az energiatudatos mentor megye jutott eszembe, igen. Hogy Bács-Kiskun ebben az elismerésben is részesült, illetve hát elkészült a fenntartható energia és klíma akcióterv a megyére vonatkozóan, ugye ez a bizonyos SECAP, ennek kapcsán is egy megyei fórumsorozatot szervezett az önkormányzat. Most akkor egy kicsit hogy a klímaügyekben merüljünk el. Igen, a parlamentben köztársasági elnök úr jelenlétében történt meg az a délutáni konferencia és díjátadás, ahol több mint 400 település, 400 iskola, intézmény, megye és néhány jelent meg, és Bács-Kiskun megye kapott egy ilyen díjat, rajtunk kívül még kettő, tehát összesen a 19 megyéből három megyét díjaztak azért, hogy elősegítjük a települések, ez a három megye, elősegíti a településeknek az energiatudatos módon való fejlesztését, és hát ebbe a megyéből is 12 település volt ott, valamint iskolák is, akik szintén ebben a való részvételükért kaptak elismerést, és egy ilyen virtuális erőmű program alkotja ennek az egésznek a keretét, amely azért jött létre, hogy az elmúlt években, meg a következő években való energia megtakarításokat összesítsék, hogy mennyi minden történt fejlesztés, ami energia spórolással, szén-dioxid tonnákban mért megtakarításával, ami nem jut ki a légkörbe, és járt az elmúlt években, és a megyei topos keretből is például 10 milliárd forintos értékben volt ilyen energetikai fejlesztés, hát ami ma is zajlik természetesen, csak hogy ennyit nyertek a megye települései, és hogyha ezek megvalósulnak, akkor kevesebb energiát fogyasztunk megyei szinten is, mint hogyha nem valósult volna meg. És ezeket összesítve adódik a virtuális erőmű össze, hogyha ezeket nem csinálnánk, akkor előbb-utóbb építeni kellene egy erőművet. Tehát magyarul az energia csökkentésre fordított pénz, az átmenne egy erőmű alapozásba, meg megépítésbe, és hogy ezért érdemes ezt számolni, hogy nem olyanba fektettük a pénzünket, ami 20 év múlva mondjuk lecserélendő, és helyette másik építendő, hanem energiatudatos gondolkodásba, energiatudatos építkezésekbe, mind az iskolák, mind a vállalkozások, hiszen ők is részesültek elismerésben a parlamentben, mint pedig akár az önkormányzatok, akik a saját fejlesztéseiket úgy valósítják meg, hogy kevesebb energiát használnak, kevesebb szén-dioxidot termelnek ki, és ugye ez az egész, ez beleépül a klímában, beleépül a klímastratégiánkba, beleépül a klímavédelembe, hogy melyek azok a módok, és melyek azok a lehetőségek, hogy
hogy a következő időszakban itt egyre nagyobb léptékbe tudjunk haladni, Bács-Kiskun megyébe is, természetesen az ország más részein is, de a mi feladatunk az, hogy Bács-Kiskun megye határain belül ez hogyan történik meg, és ebbe én még mindig azt gondolom, hogy a legnagyobb dolog az emberi tényező, hogy a hozzáállásunkon, a legkisebbtől, a bölcsistől szinte, vagy az óvodástól elkezdve, az általános iskolásokon keresztül, meg középiskolásokon át, hogyan tudjuk a szemléletet úgy átformálni, hogy ez legyen fontos mindenkinek. Tehát, hogyha ott van egy fa, akkor ha azt nagyon-nagyon nem indokolja semmi, akkor azt ki ne vágjuk. Csak azért, mert van, és útban van, és nem tudom én micsoda, keressünk olyan megoldást, hogy maradjon ott. Ezáltal több oxigén termel a fa, kevesebb széndioxid kerül a légkörbe, illetve hát árnyékot ad. Tehát védi az alatta levő területet, legyen az mezőgazdaságilag hasznosítható terület, vagy legyen az egy városba, egy parkoló szélén álló fa, ami alá szívesen állunk autóval, mert nyáron a hőségben fölfornak a fémből, műanyagból készült járgányok, és hát egyszerűen igényünk van arra, tehát hogy ahol lehet védjük akár a fákat, sőt ültessünk helyette másokat, mint hogy a megyében erre nagyon nagy kezdeményezések, nagyon jó kezdeményezések is vannak, és hát millió más dolgon, vagy más úton keresztül, de a legfontosabb az, hogy a felnövekvő generációnak ilyen szemlélete legyen, hogy ez mi, ez elősegít, nem segít elő, és ezek apró dolgok, tehát zárjuk el a vízcsapot, ha nincs rá szükség. Most ugyan belefér, amennyit fizetünk érte, meg ezért, meg persze, különösen nem mindenkinek ilyen a hozzáállása, de hogyha átállítjuk arra, hogy fölöslegesen minek folyik az a víz? Zárjuk el, mert mekkora kincs lenne ez, és most nem akarok idehozni más távoli országok példáit, de nálunk is mekkora kincs lesz ez, hogyha hiány lesz belőle. Gondoljunk a tavalyi nyárra, amikor a folyóink majdnem kiszáradtak, most nyilván ez túlzás, de hogy olyan alacsony volt a vízszintjük, ami még soha nem volt ilyen. Vagy arra gondoljunk, hogy az északi sarkörön 30 fok fölött volt a hőmérséklet nyáron, ami hát ott aztán ember emlékezet óta nem fordult ilyen elő. Vagy éppen Dániában, ahol elmondják, hogy kiszáradt a fű. Hát 50 napon keresztül nem esett az eső, nem jöttek a felhők sem, nem jött a pára se, és sárgára kiszáradtak Dániában a füvek, hiszen ott nincs locsolóberendezés. Hát ott ember, nagyon jó piaci tényező egyébként ajánlanám, hogy aki szeretne, ha következő évben is ilyen lesz Dániában, ilyen száraz lesz a nyár, akkor érdemes odavinni locsolóberendezést, mert ott nem árulnak locsolóberendezést, nincsen őrült, aki venne locsolóberendezést tavalyi nyárig, mert hogy sose volt rá szükség, hiszen a tenger felül jövő légáramlatok meg a nem olyan nagy esők, de folyamatos és gyakran ismétlődő esők miatt párás volt a levegő, és nem volt szükség öntözésre. Úgyhogy ilyen változások történnek, ugye nálunk most tavasszal is, hát ilyen 150-200 mm, tehát 15-20 cm-nyi csapadék hiányunk van, hát por mindenütt, és kiszáradt, úgyhogy vetések is hát sínylődnek, illetve hát öntözni kell, mert egyébként nem tud rendesen kikelni a vetőmag. Ezekről szól ugye a bizonyos klímakódex is, ami már a lakossághoz eljutott, és a második, harmadik kötete pedig készül. Hamarosan ez is lezárul, ami majd a településvezetők és a vállalkozások figyelmébe ajánlja az önkormányzat. És akkor ugye ez a bizonyos SECAP is ide kapcsolódik, ami fenntartható energia és klíma akcióterv a megyéjé, ha jól tudom, elkészült, a megyére vonatkozó elkészült, a településeknek pedig még van egy kis idejük, hogy elkészítsék. A településeknek van, három település a megyéből elkészítette a megyeinek a segítségével egy projekt keretében, és éppen tegnap tárgyaltam a pénzügyminisztériumban arról, hogy tervezzük az egész megyére, ha lehetőség lesz rá, még most a topos maradvány pénzekből, hogy megírni minden egyes település számára ezt a akciótervet, hogy ők hogy látják, náluk éppen mit lehet, hiszen azért más egy dunaparti településnél, más a homokhátság területén fekvő településnél, vagy éppen a déli országhatár mentén fekvő településnél, vagy mondhatom a Tiszapartot is, ott is van néhány településünk, meghatározni a szükséges lépéseket, és a következő uniós ciklus tervezésében, tehát 21-től 27-esig, meg ez elvárás lesz.
Tehát aki most megcsinálja, annak készen lesz, tehát a pályázatok beadásakor nem kell rohamunkába majd megcsinálnia, úgyhogy éppen erre kerestünk megoldási lehetőséget a tegnapi nap Budapesten. Ezen túl azonban még más területeken is folyik az előkészítés ennek a bizonyos 21-27-es fejlesztési ciklusnak, tehát az önkormányzat tudatosan készül már a következő évekre. Hát hogyne, ezt ilyenkor még ugyan éppen adjuk át a beruházásokat, van, ahol még a közbeszerzések zajlanak, és azok majd később kezdődnek el, de a 21-ben induló uniós ciklusban is az a célkitűzés, hogy minél hamarabb elinduljanak a projektek. Ma Magyarország legjobban áll a jelenlegi uniós ciklus nyertességeinek elintézésében, tehát hogy kijuttatásában a pénzben, az összes többi országot megelőztük ebben, tehát jól állunk, de szeretnénk még egy kicsit a következőbe is gyorsulni, és gyűjtöttük, és folyamatosan gyűjtjük azokat az ötleteket, hogy mire lenne igény, mire lenne szükség a megyébe, a következő uniós ciklusban fejlesztésekben. Na most ezek most még az első körös gyűjtések, amelyek később természetesen pontosodnak, mint funkciójában, mint pedig összegszerűségében még, de hát ezt csináltuk az előző uniós ciklus elején is, és nagyon jó, hogy ezzel elkezdtük annak idején is az előre gondolkodást, hiszen amikor a pályázati kiírások megjelentek, akkor tudtunk olyan módosító javaslatokat tenni hozzá, hogy nálunk nem ilyenre van szükség, hanem inkább egy kicsit ilyenre, nem ilyen nagyságrendben, maximális összegben, hanem alacsonyabbakban, vagy éppen az alsó határ megemelésében, tehát hogy milyen szerkezeteket, hogy szóljon a pályázati kiírás, és utána így lett meghirdetve, így lettek meghirdetve a pályázatok, és így, hogy mondjam, előnybe részesültek azok, akik előre gondolkodtak. Említettük már Dániát, és most még vissza kell, hogy térjünk rá, hiszen március 15-éhez kapcsolódóan delegáció utazott elnök úr vezetésével Koppenhágába a Magyar Nagykövetség. Igen. Februárban az utazás kiállításon Bács-Kiskun megye volt a díszvendég, és mivel Bács-Kiskun megyének több mint 25 éves testvérmegyei kapcsolata van Dániában levő megyével, amelyet később már összevontak és régióként vittük tovább ezt a kapcsolatot. Ezért a magyar nagykövetünk úgy gondolta, hogy a március 15-i ünnepségre, ünneplésre azt a megyét hívja meg díszvendégnek, akinek a legjobbak, legszorosabbak a kapcsolatai Dániával, és ezért Bács-Kiskun megye volt most a díszvendég ezen az ünnepségen, ahol a nagykövetség meghívására a Dániában élő magyarok jöttek el, és közösen ünnepeltük meg március 15-ét, és mi vittük ehhez a dán környezethez a hazai ízeket és színeket minden tekintetben, tehát Bács-Kiskun megyei kalocsai motívumokat, hungarikumokat, a megyei értéktárban levő szereplő dolgokat, természetesen a megye pálinkájától kezdve a legjobbnak választott új bort is kivittük, és ezt kínáltuk az ottani magyaroknak, és még egy jelentős dolgot, Daróczi Csabának, aki már volt az év természetfotósa is, és az ő műveiből álló kiállítással örvendeztettük meg a kinti magyarokat, hogy hát a kiskunságnak a színeit és világát is ismerjék meg úgy, ahogy azt a Daróczi Csaba fotóin és optikáján keresztül meg lehetett mutatni. Úgyhogy nagy sikere volt, és két kecskeméti huszár is állt az ajtóban a fogadáson, és így együtt alakítottuk a március 15-i ünnepségnek a keretét adtuk Dániában. Önök a Bács-Kiskun megyei helyi televíziók egyesületének Mi megyénk című műsorát látták. Innen a Kiskörös Televízió stúdiójából egy hónap múlva ismét számítunk a figyelmükre. Viszontlátásra!